Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket, én Varga Eszter vagyok, család minták felkutatásával foglalkozom. Miért is fontos család mintákat kutatni? Hát leginkább azért, mert az őseink sejtjeiből, információiból vagyunk, azokat a mintákat, lenyomatokat hordozzuk, amiket már ők is hordoztak. És aki szabaddá szeretne válni, vagyis a karmikus kötések, hitrendszerek nélkül szeretné kibontani azt, aki ő valójában, akkor fel kell térképezni, hogy mi is, amiben benne van. Mert hogyha látja, hogy miben van benne, akkor tud valójában kezdeni a dolgokkal bármit is. Addig, amíg nincs pontos diagnózis, így mondom, addig nem is lehet elindulni egy sikeres úton, addig csak körbe-körbe járunk, gondolunk valamit, hiszünk valamit. Nagyon sok önismereti lehetőség van már bárhol a világon, interneten is, más szinte karnyújtásra szinte ingyen minden elérhető. De a valódi jólét állapotáról egyik sem szól, egyik sem biztosítja számukra, hogy hogyan is érezzük magunkat jól létben. Én most abba a térbe hívlak bennetek, ahol a karma joga technikái segítségével megtanulhatjuk azt, hogy hogyan is legyünk jól létben. Hát a karmáink, a nehézségeink, azokat nem lehet kikerülni. Azok folyamatosan jönnek az életünkben, és ha valaki arra bíztat téged, hogy zárd le a kapcsolatot a szüleiddel, az édesanyáddal, édesapáddal, akkor valójában lezárod, de a sejtjeidben lévő információt azt nem fogod tudni felülírni, és viszed tovább is, ugyanúgy meg fogod gyártani a környezetben egy apakaraktert, egy anyakaraktert, és testvérkaraktereket, és mindaddig így nem megy, míg meg nem érted a működésedet, meg nem érted, hogy mi is történik benned. Ugye ebben segítek én nektek, hogy ezt feltárjuk, egyéni konzultációt. Az első konzultáció mindig az történik, hogy megmutatom, hogy mi az, ami benned van érték, kincs. És ez gyaníthatóan teljesen más, mint amit a szüleid véltek, gondoltak rólad, és nagyon gyakori még, hogy azon a szemüvegen nézzük önmagunkat, és a szüleinket is, ahogyan ők néztek bennünket, és hát emiatt nincs béke bennünk, mert a valódi önmagunkat, a magunkat nem ismerjük. Sok önismereti kurzus segít, hogy kibontsuk azt, akik valójában vagyunk, de egy nagyon mély, bölcs rálátást, hogy nincs azzal semmi baj, hogyha valaki csillogni született ebben az életben. Ez csak egy példa. Mert van, aki elítéli, és azt mondja, hogy aki csillogni született, aki azt érzi, hogy a testével, a testének a csillogásával, vagy egy különleges képességének a megmutatásával szeretne sikert elérni, azt már különböző skatujákba tesszük, narcisztikus, és stb. Stb. Természetesen, ha alacsony szinten éli meg önmagát, akkor lehet benne egy manipuláló minőség. De aki már itt van ezen a csatornán, és szeretné még jobban megismerni magát, az meg fogja érteni, hogy attól még csilloghat, hogyha magas szinten meg tudja élni ezt a minőségét, és nem bánt vele senkit, sőt megérti, hogy ebbe az inkarnációjába azért született le, hogy csillogjon, vagyis hogy megmutassa azt a képességét, amit ő már kislány, kisfiú kora óta tud, hogy benne van, és ezt másoknak is meg szeretné mutatni. Különböző vágyakkal érkezünk, és különböző inkarnációs feladatokkal. Ez szükséges megérteni, nincsen olyan, hogy ilyennek kell lenni, vagy olyannak kell lenni, mert mindannyiunk más. És hát ettől vagyunk különlegesek és csodálatosak. Azt kell megismerni, akik vagyunk, és azzal, akik vagyunk, azzal tudunk bőséget teremteni. Én korábban nekem volt olyan minőségem, amit teljesen eldugtam önmagamban, pedig ezzel nagyon nagy sikereket tudok elérni, és hát úgy kellett visszafejtenem magamba ezt az eldugott energiamezőt, és nem is volt olyan egyszerű, mert teljesen lemondtam róla valaki vagy valaminek a kedvéért, mert ő nem szerette, hogyha én abban az energiamezőben vagyok. Úgyhogy, de ez hozzám tartozik, és nem voltam békés, hiszen nem éltem meg azt, aki én valójában vagyok. Tehát nem az a lényeg, hogy olyanok legyünk, mint a szomszéd, vagy más, vagy hogy jók legyünk, mert
Én mindig, ha hozzám jön valaki, nem arra biztatom, hogy jó legyen, hanem hogy szenvedélyes legyen, hogy a szenvedélyét élje meg, és ezt bizony akkor tudja megélni, hogyha ismeri magát, és magas szinten elkezd élni magát. Na de most, hogyha jönnek helyzetek, már pedig helyzetek folyamatosan vannak az életünkben, amik ugye karmát okoznak, nehézséget okoznak. Most az átlagember, átlag tudatszintől nem beszélek, hanem arról beszélek, aki itt van velem, aki karma jogázik, aki szeretné elsajátítani ezt a technikát, vagy már ismeri, és erre a magas tudatosságra szeretne fölkapcsolódni. Vagyis megérti, hogy amikor nehézség jön, annak a gyökere az ott van ő benne. Az nem kívül van, az ott van benne. És hát azt is meg kell érteni, ugye, hogy a másiknak a karmája is a másikban van, amiben nem kell nekem részt venni, de a saját nehézségem, a saját belső nehézségeim, azok az enyémek. És hogyha én a tudattalanomban, tehát ugye itt a hollapját kaptuk erre, a tudattalanomban lévő félelmeket, amik gyakran nem valósak, tehát nincs kívül félelem, de én arra használom föl a megjelent félelmeimet egy kapcsolaton, egy helyzeten belül, hogy elmenjek a tudattalanomba, a mélységekben föltárjam ennek a problémának a gyökerét, akkor egész más úton haladok, mint az átlag tudatszinten élő emberek, vagy mint korábban éltünk. Most nézzük meg, hogy átlagos minőségben, hogy élnek az emberek. Probléma van, azonnal kijelent, hibáztat, és már szinte fröcsög minden a egymás hibáztatásától, és aztán elszigetelődik, és a kis barlangjában ott a támadó gondolataival ugye különböző terveket forral, és ezt mindannyian ismerjük, tehát ez mindannyiunknak az életének a része, hogy csináltunk ilyenet, hiszen az alacsony minőségén is átmegyünk, mert különben nem tudnánk följebb emelkedni. Tehát mindannyiunknak meg kell tapasztalni a saját alacsony minőségét is. Na és akkor itt az elszigetelődésben ugye mi történik? Azt mondom, hogy jó, szevasz, és nem is foglalkozok veled, elfordítom a fejed. De egy karmajógi az nem így. Egy karmajógi az, aki ebben a tiszta térben él, az amikor nehézség jön, akkor benne marad a helyzetben. Nyitva van a szíve. Nem könnyű ott állni, és azt érzed, hogy ez bánt, hogy ez csal, hogy ez számtalan dolgot fel tudnék sorolni, de ott tudsz maradni, és amint adandó alkalmad lesz a karmikus forrásemlék tisztítással, megkeresed a problémának a gyökerét, megerősíted az aurádat, és újra meg tudsz jelenni a terében. Tudod, hogy ő hátat fog neked fordítani, mert ő indította mondjuk ezt a veszekedést, ő indította mondjuk ezt a helyzetet, ami problémás lett, de te ott tudsz maradni, és a hozzáállásod, az a szívbéli hozzáállásod lesz, ugye a zöld lapok közül kaptuk, az pedig a szívcsakra, és ezt a zöld gyémántot, ami ugye a szívünkben rejlik, és ez azt súgja nekünk, hogy értsük meg a másikat, hogy neki is van karmája, neki is van nehézsége, és bizony legyünk vele megértőek. Ezt az oldalt, tehát ezt a jobb oldalt, ezt átlag tudatszinten nem tudod. A limbikus ösztönöd az, hogy üss vagy fúss. Egy karmajóginak mindig van egy magasabb rálátása. Bármi is történik, mindig a magasabb rálátást keresi, és mindig e felé, az út felé megy, a jobb oldali felé, és így tud fordulni a sors kereke előre, és így tudsz menni olyan irányba, hogy tiszta kapcsolataid legyenek. Ugyanis ebben a térben, ebben az oldalban már ott van, hogy bátran kimondhatod azt, ami benned van. Tehát ez nem egy olyan állapot, amikor nem beszélhetsz arról, ami benned van, sőt ellenkezőleg, de ugye itt támadsz. A bal oldalon még támadsz, de a jobb oldalon ott már megértéssel vagy jelen. Ugye ez, ahogyan tisztulnak a kapcsolataid,
mert lehet, hogy még korábban ilyen rombolókban voltál benne, de ahogy tisztulnak a kapcsolataid, egyre tisztább az energiameződ, mert gyakorolod a meditációt, gyakorolod a karmikus forrásemlék tisztítást, minden meg fog változni körülött. Tehát minden, minden és mindenki. Az, aki nem fog veled tovább változni, hanem lerombol, és továbbra is ebben az energiamezőben szeretnél maradni, az ki fogja pörgetni a karma. Itt már csak az fog maradni, aki ilyen hozzáállással van. De ehhez neked kell dolgozni önmagadon, és nem a másiktól várni, hogy változzon meg. Ez mind nagyon-nagyon fontos. Tehát kívül nagyon kevés dolog történik, mindig belül zajlik a változtatás, hiszen ha belül tisztítod magad, karmikus forrásemlék tisztítással, meditációval, mantrákkal, akkor ugye kívül egyre több minden változás történik, minden olyan, ami a te javadat szolgálja már, és pozitív irányban tud hozzád érkezni. Nagyon fontos, még szeretném elmondani, hogy október 28-29-30-án lesz a Tudatosság Tudomány egyes szint workshopom, amire nagy szeretettel várlak. Bennetek, ha érzitek a hívást, ezt mindenki érzi a szívében, hogy szeretnél megtanulni. Ez egy erőteljes lépcsőfok, erre készen kell lenni, hiszen ez egy olyan térbe emel, ahol a napi csodák azok folyamatosak lesznek az életben, és hát ilyen szívbéli hozzáállással egészen könnyű az élet, de ehhez ugye ki kell tisztítani az első három csakrában lévő dühöt, haragot, és mindenféle szégyen, bűntudatot, amik megakadályoznak bennünk abban, hogy bizony nyitott szívvel legyünk a helyzetekben benne. Mindenkit várok szeretettel, egyéni konzultációra is csodálatos dolgok születnek minden konzultáción, úgyhogy nagy szeretettel várom azokat, akik kész vannak erre az önismereti lépcsőfokra fellépni. Minden jót kívánok nektek, és kívánom, hogy találkozzunk egy következő videóban is. Sziasztok!